Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Véleményvezér újra a Hitrádió csatornáján. Nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Schiffer Andrást, ügyvédet, volt országgyűlési képviselőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát kezdjük először azzal a hírrel, amelyet az elmúlt napokban, 4-5-6 nappal ezelőtt kapott szárnyra. A hvg.hu-t idézném, önnel kapcsolatos hír. Schiffer Andrásnak, az LMP egykori társelnökének ügyvédi irodája egy év alatt 9-szer szerződött a Mi Hazánk frakció. Írja a Blik, amely adatigényléssel kikérte és végignézte a pártok ciklus eleje óta megkötött frakció szerződéseit. A cikkben úgy szerepel, hogy Schiffer András apró pénzért dolgozott személyesen a Mi Hazánknak. Ez most derült ki? A francokat, de hát mondjuk azért a magyar sajtó, illetve azon belül is a független objektív sajtónak a színvonalával kapcsolatban mindig érnek újabb és újabb meglepetések. Először is pont itt, ezen a helyen, az Ultrahang című műsorban Király Tamásnak, ha jól emlékszem, Torockai frakcióvezető már tavasszal elkottyintotta. Nem, mint hogyha ez olyan nagy titok lenne, félértés ne essék, csak ugye az első dolog, amit ezek a jogállamra annyira kényes tolforgatók és politikusok elfelejtenek, hogy amikor valaki ügyvéd, akkor nem közszereplő, mármint hogy nem politizáló személyként jár el, magyarul nem én hozom nyilvánosságra az ügyet, nem egyetlen esetben sem tehetem azt meg, hogy az ügyfelem akarata beleegyezése nélkül én napvilágra jövök az, hogy éppen milyen ügyet viszek. Torockai frakcióvezető, mint megbízó úgy döntött, hogy itt erről ebbe a műsorba említést tesz, itt a Hit Rádióban, ez történt tavasszal, majd ezek után a Magyar Hang a szenzációs színvonalú Blik című lapot megelőzve már júniusban kikért egyébként az összes frakciónak a szerződéseit. Katona Marian újságíró volt szíves föl is hívni ezzel kapcsolatban, és megkérdezett. Érdekes módon a független objektív sajtónak ezek az orgánumai, meg a különböző ilyen politikai megfejtők számára ez akkor nem volt érdekes. Tehát mondom, annyiban nincs hír, hogy egyszer a legilletékesebb, tehát a megbízó frakciónak a vezetőjeit már elmondta a Hit Rádióba, kettő, a Magyar Hang ezt már pertraktálta júniusban, én magam nyilatkoztam az ügybe, nem értem, hogy mi a történet. Egyébként pedig arról van szó, hogy egy ügyvéd mindig az üggyel kell, hogy azonosuljon, nem az ügyféllel. Tehát én azon csodálkozom itt is, meg akkor, amikor egy DK-s képviselő miatt is voltak szívesek betámadni, hogy azok, akik a jogállamra, meg az alkotmányos garanciára annyira kényesek, abban a pillanatban, hogyha nem az ő ízlésüknek megfelelő szereplő tűnik fel, és azzal valaki például ügyvédi minőségében kapcsolatra lép, akkor ilyen bolsevik dühhel támadnak rá, akkor érdekes módon a jogállami garanciák és a többi kevésbé fontos. Az a helyzet, hogy én nekem is azt gondolom, hogy minden pályatársamnak, kollégámnak is az első számú törvénye az, hogy az ügyet nézi, hogy az üggyel képes-e azonosulni. Nem titok, bár mondom itt elsősorban a Torockai László múlik, hogy mit oszt meg a nyilvánossággal, és mit nem. Itt három peres és egy nem peres eljárásról van szó. Tehát magyarul az, amit itt néhány független objektív média tálalt, hogy én tanácsadója vagyok a Mi Hazánknak, ez egy elnézést, de ez egy ócska hazugság, és hát én azt gondolom, hogy a független objektív sajtónál talán a kurucinfó háborodna föl még hamarabb, hogyha ez így lenne. Nem vagyok tanácsadója, a konkrét szerződések jogi képviseletről szólnak. Két eljárás a végrehajtó mafiával kapcsolatos, egy harmadik eljárás pedig a Metával szemben, tehát a Big Tech szólásszabadságot korlátozó gyakorlatával szemben, egy negyedik nem peres eljárás, pedig az állambiztonsági múlt feltárásával kapcsolatos. Jegyzem meg, ebben a témában én nekem az egy némi rekordom a képviselőségem alatt volt. A kérdés tehát nem az, hogy én ezeket az ügyeket miért nem vállalom el, hanem hogy a annyira demokratikus ellenzéki frakciók miért nem léptek föl ugyanígy akár a Big Tech-kel, vagy a végrehajtó mafiával szemben. Tehát nem gondolom, hogy nekem kéne magyarázkodni, talán azok magyarázkodjanak, akik még a Völner Shuttle ügyből sem voltak képesek megfelelő tőkét, politikai tőkét kapitalizálni ellenzéki pártként, illetve azok, akik rettenetesen féltik a sajtó meg a szólásszabadságot, kivéve akkor, amikor a Big Tech-kel szemben kéne megvédeni. Hozzáteszem,
Nem mint hogyha, tehát félértés ne esik, én szemben azokkal, akik itt megint a torkomnak ugrottak, én egyáltalán nem akarom magamat valami erkölcsi magaslatra tenni, de történetesen az van, hogy az utóbbi 15 évben én mindig ellenzékieket képviseltem. Nem mondom, semmi nem történik, hogyha voltak már megkereséseim kormányzati politikusoktól is, úgy hozta az élet, hogy abból nem lett végül ügy. Tehát nem arról van szó, hogy én egy ilyen hérosz lennék, valahogy így dobta a gép. Így vállaltam el Orbán Viktor ellenzéki vezető képviseletét az akkori rendőrminisztériummal szemben, így vállaltam el Karácsony Gergely főpolgármester képviseletét, így vállaltam el Szanyi Tibor, Bárándi Gergely MSZP politikusok, vagy Vajnai Attila kommunista pártvezetőnek a képviseletét, így vállaltam el Rácné Földi Judit DK-s parlamenti képviseletét, képviselőnek a képviseletét, és így tovább. Tehát nem értem a meghökkenést. Most ami a személyes része még a sztorinak, hogy én történetesen a pályakezdésemtől kezdve elhatároztam, hogy büntető, meg egyébként családjogi ügyekkel nem fogok foglalkozni. Aki büntetős ügyeket vállal a kolléga, az, hogy mondjam, rendszerint, nem mindig, de azért rendszerint, illetve elég gyakran nem, hogy úgy mondjam, erkölcsileg makulátlan emberek védelmére szegődik. Mert ez az alkotmányos rend, amiben élünk. Most akkor, hogyha valaki egy gyilkost véd, egy többszörös visszaeső bűnözőt véd, az maga is bűnöző lesz? Hol van itt a jogállami felfogás? Tovább megyek, miután én polgári ügyeket viszek, ez a szakmám, ebből élek, ha úgy tetszik, és ráadásul 6 éven praktikusan nekem kiesett, mert hivatásos politikus voltam, a polgári ügyeken belül is személyiségjogi sajtóügyekkel mondjuk az átlagnál talán többet foglalkoztam, teljesen természetes, hogy mint volt politikus ügyvédnek, a megkereséseknek egy nem jelentéktelen része valahogyan kapcsolódik a politikai szférához. Mi van ebben csodálkozni való? Végezetül meg azért még annyit hozzátennék a történethez, hogy azért az rendkívül képmutató, hogy azok háborodnak föl, hogy én a Mi Hazánknak konkrét ügyekben jogi segítséget nyújtok, jogi képviseletet látok, elmondom, a végrehajtási mafiával szemben, két perben, a Metával, tehát a Big Tech-kel szemben, illetve az állambiztonsági múlt feltárását célzó nemperes eljárásban, akik gátlás nélkül összeálltak, kampányoltak Szentendrétől Szegeden át Szerencsig olyan jobbikosokkal, akiktől olyan tirádákat lehetett olvasni annak idején, a szentendrei emberüknek a levelezését a Kurucinfo volt szíves megosztani, éppen engem útszéli módon zsidózott, ott volt a tetűhintázó Szerencsi emberük, ott volt a buzizó Szegedi emberük, ezek mind az összefogásnak a képviselőjelöltjei, támogatói voltak. Tehát ez a nevét se jegyeztem meg, parlamenti képviselő, akit felkérdezett engem, hogy én kinek a pénzén gazdagodom, valami Párbeszéd nevű szektának a képviselője, nézem már meg, hogy honnan van a mandátuma. Tehát az a helyzet, hogy Novák előttől, Dúró Dórától, miközben a kiszólásaiktól, identitáspolitikai állásfoglalásaiktól én egyébként hideglelést kapok, a Novák Dúró házaspártól olyan szövegeket nem tudnak még az internet latrinájából se előhalászni, mint amiket az ő választási szövetségeseiktől előhalásztak a 22-es választást megelőző hónapokban. Ez a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy az, aki ezekkel a jobbikosokkal választási szövetségre lépett rájuk, szavazatot adott, tőlük mandátumot fogadott el, az Mi Hazánk ügyben legyen szíves befogni a száját. Ezt tudom mondani, és egyebekben pedig azt kéne megvizsgálni, hogy miért van az, hogy ma Magyarországon végrehajtó mafiával szemben, állambiztonsági múlt feltárásával összefüggésben, a készpénzvédelem, készpénzhasználat védelemének dolgába, a Big Tech-kel szembeni fellépésben csak a Mi Hazánk hallatja a hangját. Ez a helyzet. Na de itt kétféle kritika is megjelent önnel szemben. Az egyik az, amit már említett, ugye a Párbeszéd a képviselője azt mondta, hogy Schiffer a szélsőjobb pénzén gyarapodik, ugye ez az egyik. A másik pedig, amit olvastam, az, hogy ott számszerűsítették is, hogy mennyit kapott ezekért túl a keveset, szerződésekért, igen. És túl keveset, és hogy apró pénzért dolgozik a Mi Hazánknak, mert hogy ezt biztos hazafias szolgálatnak tartja. Nem apró, ilyen alapon akkor én, de nem gondolom, hogy nekem itt az ügyvédi tevékenység részleteiben menően be kéne számolnom, akkor egyébként is a praxisomban apró pénzért járok el, mert pontosan úgy számoltam meg a
díjazásomat ezekben az ügyekben, ahogyan egyébként a magánpraxisomban meg szoktam számolni, de ha egy picit a gyűlölet és a csőlátás úgy főszállna ezekről a fejekről, akkor észrevennék, vagy főleg, hogyha ők maguk, de valószínűleg ők nem szoktak eljárni, mint képviselők ilyen precedens perekbe, tehát honnét tudnák. Egyszerűen arról van szó, hogy az országgyűlés a frakciók számára előírja azt, hogy amennyiben például egy ügyvéd vagy bárki más esetileg állít ki számlát, akkor esetileg szerződést kell kötni. Tehát, hogyha én egy tárgyaláson való megjelenésért számlázok ki egy összeget, megmondom 30 ezer forint plusz áfát, akkor nekem a 30 ezer forintról, vagy korábban még az inflációt 25 ezer forintról kell szerződést állítanom. Tehát ezért lehet ezen így ámérkodni, hogy milyen szerényen számítom meg. Igen, mert van egy ennél nagyságrendileg nagyobb összeg, ami alapdíj, és azon kívül pedig, hogyha tárgyalásra kell menni, vagy jogorvoslati kérelmet kell megfogalmazni, azért külön a 25-30 ezer forintokért számlát állítok, és mögé szerződést kell tenni. Ennyi. Nem tudom, hogy ebben mi van olyan csodálkozni való. A másik hang, amit még lehetett hallani ezzel az üggyel kapcsolatban, az az, hogy hát nem is nagyon csodálkozunk. Hát látszik, hogy a Schiffer András egyébként is olyanokat mond, ami sok esetben rezonál egyébként a mi hazánkos kommunikációra. És itt ön is említette ezeket az ügyeket, amelyekben valóban ön is meg szokott szólalni a nyilvánosság előtt, és valóban a mi hazánk is egyébként megszólal a nyilvánosság előtt. Viszont éppen egy hónappal beszélgettünk itt a Véleményvezérben, amikor megkérdeztem azt, hogy a mi hazánknak hol van a plafonja, a szavazási plafonja, valami ilyesmi kérdést tettem föl, és ön azt mondta, hogy ha nem lennének ilyen rasszista, homofób kiszólásaik, akkor tudnának úgymond még több szavazót gyűjteni, mert ez egyfajta gát, és nekem akkor úgy tűnt, hogy ez egyfajta kritika is a mi hazánkkal szemben. Ha most én nagyon egyszerűen felteszem a kérdést, hogy hogyan áll ön a mi hazánkkal, akkor erre mit tud mondani? Hát azt, amit egy hónappal ezelőtt is elmondtam, hogy miközben én azt gondolom, hogy számos nem nemzeti világsors kérdésben a mi hazánk az egyetlen párt, amelyik helyesen és jó érzékkel fogalmazza meg legalább a problémát. Ez, hogy mondjam, nem annyira a mi hazánk dicsérete, mint a politikai elitnek a kritikája. Tehát, hogy ezek a szerencsétlenek a hatalom politikai húzakodással vannak elfoglalva, miközben a világban történik egy más kérdés. Számomra az, ahogyan identitás politikai kérdésekbe beleáll a mi hazánk, ahogyan igen, amit egy hónappal ezelőtt is említettem, hogy folyamatosan faji alapon, illetve homofób megközelítéssel állnak hozzá különböző embercsoportokhoz. Ez számomra nyilvánvalóan elfogadhatatlan és egy vörös vonal. Na de még egyszer, ügyvédként nekem ügyekkel kell tudnom azonosulni. Az nyilvánvaló, hogy a mi hazánknál van 2-3 olyan típusú ügy, amivel tudok azonosulni, ez egy dolog, de említhetem azt is, hogy amikor például a főpolgármesternek a képviseletét elvállaltam Tiborcz Istvánnal szemben, az úgynevezett Tiborcadó ügyében, akkor az sem arról szólt, én nem szavaztam, ahogy a mi hazánkra se szavaztam, Karácsony Gergelyre se szavaztam a főpolgármester választáson. Egyikre se készülök szavazni jövő júniusban sem. Tehát még egyszer, nekem nem az ügyfélel, az ügyel van azonosulni való. De az, hogy én a Tiborcz ügyet például elvállaltam, abban nyilván volt egy mélyebb politikai azonosulás. Hogy igen, én is azt gondolom, hogy Karácsony Gergely hirdette a 19-es kampányában, fizessenek a gazdagok, fizessenek az ingatlan spekulánsok, és az elmúlt 3 évtized budapesti ingatlan befektetőinek rendkívül nagy saruk van abban, hogy ott van a lakhatási szegénység, mint megoldatlan probléma Budapesten. Tehát ezek mögött persze lehet találni egy mélyebb politikai azonosulást, de ebből még nem következik sem a privát szavazási magatartásom, sem az, hogy az illetőnek politikailag is a képviseletére szegődnék, de említhetem azt is, hogy Rácné Földi Juditnak azóta már DK parlamenti képviselőnek elvállaltam a képviseletét, mert azt gondoltam, és azt gondolom most is, hogy abban a konkrét ügyben őt igaztalanul vádolták meg. Soha nem volt offshore tulajdona, jegyzem meg. Az más kérdés, hogy ezt a
kúria véleménynek tekintette, és ezért nem tudott pert nyerni. Érdekes módon most belém áll a DK közeli nyugati fény, hogy én hova süllyedtem, miközben pár héttel korábban én azért kaptam az ívet a független objektív sajtó más szegmenseitől, hogy hogyan merészeltem egy DK-s képviselőnek a jogi képviseletét elvállalni. Tehát csak nagy tisztelettel azt kérdezném, hogyha valakik egy ügyvédnek az ügy melletti kiállásából már rögtön odáig jutnak, hogy az biztos akkor DK-s, Mi Hazánkos, Pés, vagy én nem tudom mi a csoda, hát én emlékszem, hogy az oldalamon mit kaptam akkor, amikor kiderült, hogy én Karácsonyt képviselem a bíróságon, akkor ezeknek az embereknek, most nem pusztán újságírókra gondolok, egyszerűen választópolgároknak. Miféle erkölcsi alapjuk van jogállamiságot meg demokráciát számon kérni Orbán Viktoron vagy bárki máson? Ez pontosan ugyanaz a tapló szint alatti hozzáállása a demokratikus politikai közösséghez, ami miatt olyan nagyon föl vannak háborodva a kormány propagandán, illetve amit az Orbán kormány művel. Van ebben egy politikai, hogy mondjam, érdek, hogy most előhozták egyébként ezt a kérdést, igenis ön is említett, hogy ez nem új hír végül is, mert erről már azért, aki figyeli a nyilvánosságot, tudhatott. Milyen mögött a politikai érdek van? Én nem hiszem. Szerintem, nézze, én azért nem, én persze szeretek én összefüggéseket keresni, amiket előszeretettel neveznek, ugye összeesküvésnek, bár a kettő az gyakran egymásba fed. Konkrét esetben szerintem teljesen felesleges ilyet keresni, azért a hülyeség faktort soha nem kell figyelmen kívül hagyni, ezért kezdtem azzal a választ, hogy itt nincs hír, tehát ez a magyar sajtónak leginkább a Blicknek a színvonalát minősíti, hogy ez a történet, ez már nyilvánosságra jött, itt Király Tamás kérdezői bravúrja jó voltából itt az Ultrahangban tavasszal, utána eltelt 3 hónap, és Katona Marian a Magyar Hangnál hasonló adatkérés után ezt megírta, és most úgy jönnek elő, mint valami szenzáció. Jó reggelt kívánok, nincs ebbe hír. Tehát én még csak különösebb politikai sandaszándékot, összeesküvést, mi egyebet se urontanék. Én ráadásul nem vagyok versenyző, nem indulok a jövő júniusi választáson sem. Torockaiéknak meg én nem tudom, hát biztos lehet, hogy a Kurucinfón fő fognak háborodni, hogy lám-lám, már oda is, már a Mi Hazánkba is befurakodtak a zsidók, szoktak ilyet ott irogatni, de úgy egyébként nem gondolom, hogy ez különösebben befolyásolná akár csak a Mi Hazánknak is az esélyt. Tehát én ebben különösebb, hogy mondjam, politikai szándékot, motivációt nem sejtenék, hülyeséget és jellemtelenséget annál inkább. Biztos nem akartak az Ultrahangra hivatkozni, inkább vártak 3 hónapot, így most a Blick cím, vagy a cikke az, ami ilyen alaphivatkozás, de most egy kicsit elvonatkoztatva ettől, az engem még nagyon érdekel, hogy ezeket az ügyeket, azt mondta, hogy az ügy volt fontos, és azért vállalt el, ugye, a Mi Hazánknak itt a jogi képviseletét, hogy ezekben az ügyekben egyébként hogy látja, lehet előre jutni? Mert ugye ezek az ügyek, amiket felsorolt, mind olyan ügyek, amelyeket valóban nem a mainstream fősodratú médiának a témái ezek, mégpedig nagyon fontosak, akár a közösségi médiák, a Metával szembeni eljárás is, hiszen azt tudjuk, hogy a Mi Hazánkot is hát letiltották mindenféle ügyek mentén, és hát ezt nem csak ők tapasztalják, hanem sokan mások is. Tehát ez másoknak is kérdés lehet. Nézze, én gyakorlatilag mióta jogászként dolgozom, tehát mióta diplomámat átvettem, úgy hozta a sors, meg nyilván a saját felfogásom, hogy én a véleményszabadság védelme mellé úgy elszegődtem, mondjuk a 90-es évek végétől. Elég sok olyan pert csináltam végig, még a Társaság a Szabadságjogokat színeiben, aminek az első számú célja az volt, hogy a véleményszabadság határait meg tudjuk védeni, tehát a politikai arénában szabad legyen a vélemények kifejtése. Ezek a perek is erről szólnak. Tehát itt a végrehajtó mafiával kapcsolatos perek, engem Torockai frakcióvezető nem hatalmazott fel, hogy bővebben beszéljek a konkrét ügyekről, de ezek is arról szólnak, hogy például lehetek, tekinthetőek összereplőnek a végrehajtói, meg vagyok róla győződve, hogy igen. Hogy a végrehajtói kart, az egyes végrehajtók munkáját érintő kritika mennyire lehet szabad. Én ezt ugyanolyan pontosan ugyanabból a megfontolásból érzem fontosnak, mint amikor mondjuk a 2000-es évek elején a TASZ színeiben vállaltam el hasonló ügyeket.
A Meta Facebook ügy szintén a szólásszabadság határairól szól, csak éppen már a nemzetállami joghatóság alól kiszabadult Big Tech cégeivel, leágazásaival szemben. Egyébként ebben az ügyben én a felülvizsgálati szakba kapcsolódtam be, tehát a deréktényfeltárók azért is találnak apró pénzt, mert hogyha én felülvizsgálati szakban kapcsolódok be, akkor nyilván nincs is pofám elkérni annyi pénzt, mint hogyha egy teljes perképviseletet vállalnék el. És jegyzem meg, a negyedik eset, ez a nem peres eljárás és az állambiztonsági múlttal összefüggésben, ez is áttételesen, vagy nem is annyira közvetve, szintén a szólásszabadság határairól szól. Elég nagy szégyen, hogy 30-valahány évvel a rendszerváltás után sincsen teljes aktanyilvánosság, és olyanok, akik érintettek lehetnek az állambiztonsági múlttal. Megint csak a személyiségi jogok mögé bújva tudják a tényleges tényfeltárást, a politikai véleménynyilvánítást korlátozni. Muszáj ugranunk a témákban, hogy már még van két másik téma, amit szerettem volna megbeszélni önnel. Az egyik pedig itt a közel-keleti helyzetnek az európai hullámai, vagy európai része. Ugye Izrael háborút folytat, és ezzel kapcsolatban, hát most már több mint két hete láthatjuk azt, hogy milyen hullámokat vet ez Európában az itt élő bevándorlók között, és milyen tüntetésekre kerül sor, és a többi, és a többi. Na most úgy tűnik, hogy egyébként, mintha szintet lépett volna az ő aktivitásuk, és oly módon, hogy itt olyan cikkeket lehetett olvasni, hogy akár a francia zsidóság körében megnő a félelem, illetve Németországban ugye már kordonokkal zárják el a zsidó intézményeket, a berlini zsinagógára molotov koktélt is dobtak, tehát félnek az Európában élő zsidók, akár attól, hogy őket is éri atrocitás, akár az életük is veszélyben lehet. Hát Németországban olyan riportokat is lehetett hallani, miszerint zsidók nem engedik iskolába a gyerekeiket, meg nem mernek kimenni bizonyos kerületekben az utcákra. És hát ugye, ami tegnap, vagy pár nappal ezelőtt Dagesztánban történt, hogy egy leszálló menetrendszerinti izraeli járatot meg akartak támadni egy lincs hangulatban emberek, és zsidókat kerestek, hogy megöljék őket. Rendkívül rémisztő folyamatok ezek. Hogyan látja ön ezt, és hol van itt az európai akár értékek, vagy az a fajta válasz erre, amit várnánk? Hát egyrészt nézve, hallgatva ezeket a híreket, azért van némi buké annak, hogy a Magyarországgal szembeni úgynevezett jogállamisági eljárás olyan jelentésekkel kezdődött, ilyen Sargentini, meg ég tudja kicsodáknak a nevéhez kötődő EP jelentésekkel kezdődött, ahol az egyik leghangsúlyosabb vádpont Magyarországgal szemben a növekvő antiszemitizmus volt. Ezt azért úgy tegyük ki emlékeztetőleg a kirakatba. Tehát most nem tudom, hogy akkor melyik tagállammal kapcsolatban milyen jelentést írogatnának, zárójelbe zárva. Az, ami most viszont Nyugat-Európában látható, ott miközben a konkrét eseményekkel kapcsolatos félelmek, szorongások, történelmi asszociációk teljesen érthetőek és emberiek. Én mégis azt javasolnám, hogy érdemes lenne a problémától egy picit távolabb tartani magunkat. Tehát egyrészt, amire rámutat, az egyrészt magának az európai bevándorlás politikának a kudarca. Tehát, hogy az európai államok integrációs kapacitásai kimerültek. Tehát itt nem arról van szó, hogy Európának, benne Magyarországnak is ne lenne kötelessége a határai megjelenő háborús, vagy éppen klímameneküldeket befogadni, hajlékot adni nekik. Ezt Magyarország például meg is teszi az ukrajnai háború elől menekülőkkel, megtette annak idején a délszláv háború elől menekülőkkel, nem csak magyarokkal, nem csak délvidéki magyarokkal kapcsolatban, és megtette a Ceausescu-féle rémuralom elől menekülő, nem csak magyarokkal kapcsolatban. Ugyanígy a szétbombázott Szíriából vagy Líbiából útrakelőkkel kapcsolatban Európának, különös tekintettel az imperialista agresszióban részes NATO tagországoknak van felelősségük. De itt a történetnek vége van. Tehát világossá kell tenni, hogy az európai társadalmak nem fenntarthatók, hogyha tovább folyik ez a migrációs hullám, miközben nyilván a problémában azért az is benne van, hogy a migrációs hullámnak az egyik
generáló tényezője az a globális észak és a globális dél közötti szakadék. És ez a szakadék többek között egyes európai nagyhatalmak gyarmatosító politikája miatt alakult ki. Hát látjuk is, hogy Nagy-Britanniában, vagy Hollandiában, Franciaországban nagy tömegével olyan kibocsátó országokból érkeznek bevándorlók, amelyeket annak idején a befogadó ország gyarmatosított. Jegyzem meg, a volt gyarmatokról beérkezőkkel kapcsolatban talán azért kisebb is az integrációs feszültség, mint mindenki mással kapcsolatban, mert például, ha más nem, akkor a nyelvet kapásból adott esetben már gyerekkoruk óta értik. És itt én arra szeretnék rávilágítani, hogy az egy közkeletű félreértés, hogy a baloldali politikának megértőnek és támogatónak kell lennie a Willkommens kultúra, a bevándorlás politikával, a migrációs hullámmal kapcsolatban. Ez egy úcska tévedés, és pontosan a rendszerkritikának az elcsatornázása. Tudnilik, az egész migrációs válság mögött van egy olyan hajtóerő is, hogy amennyiben globálisan teljesen felszabadul a munkaerő áramlás, akkor még nagyobb nyomást lehet helyezni a munkabérekre, magyarul a centrumországokban is, nem csak itt a félperiférián, Győrben, Kecskeméten, Budapesten vagy másutt, hanem Ingolstadtban, Detroitban, szerte a centrumországokban is még jobban ki lehet zsákmányolni a munkaerőt. Tehát például, hogyha ide Magyarországra behozzák a filippinó és a többi nem bevándorlókat, vendégmunkásokat, de ebből a szempontból teljesen mindegy. Magyarország is, az Orbán kormány is bekapcsolódik egy olyan tervbe, amelyik azt célozza, hogy a földgolyón akadály nélkül lehessen áramoltatni a munkaerőt, ami a tőke logikájában azt fogja jelenteni, hogy a minél olcsóbb és minél könnyebben kizsákmányolható munkaerőt éri meg elsősorban alkalmazni, ami középtávon a centrum és a félperiféria országaiban, tehát Észak-Amerikában és Európában nem csak a béreket fogja nyomás alá helyezni, hanem le is fogja bontani a munkajogi védelmet. Tehát mindazok a mozgalmak, akiket történeti alapon baloldalinak nevezünk, akik egyébként a tőke megregulázására szerződtek, azoknak jó okuk van félreverni a harangot, nem faji okokból, hanem a kizsákmányolás fokozása ellen a migrációs hullám miatt. A másik probléma viszont, tehát amikor itt a zsidó ellenes provokációkról, pogrom hangulatról látunk képeket, felvételeket, célszerű lenne nem az, még akkor is, hogyha a konkrét esetekben zsidó ellenes hangulatkeltésről van szó, mégis én azt javaslom, hogy ne önmagában az antiszemitizmust állítsuk fókuszba. A probléma ugyanis maga a rasszista gondolkodás. És azért, amikor ezeket a pillanatfelvételeket nézzük Mahacskalától Párizsig, akkor jusson eszünkbe az, hogy a különböző rasszizmusoknak ugyanaz a gyökerük. Tehát, hogyha egyik pillanatban megengedhető az iszlamofóbia, a ruszofóbia, vagy Kárpátalján a hungarofóbia, akkor az csak idő kérdése, hogy mikor és Európa melyik pontján fog átcsapni antiszemitizmusba. Tehát magával a rasszizmussal kapcsolatba kell keményen fogalmazni és harcba szállni, és az biztos, hogy olyan országok, olyan közösségek, akik egyik pillanatban szabad folyást engednek a rasszista indulatnak valamely népcsoporttal, kultúrával szemben, azok a következő pillanatban védtelenek lesznek az őket érő, vagy a közéjük tartozókat érő rasszista agitációval szemben. Tehát magyarul fogalmaznék, tehát akkor, amikor egyik évben szabad útja van az orosz ellenes öröngésnek, szabad útja van az iszlamofóbiának, korán égetésnek, akkor utána nagyon nehéz megerősíteni azokat a cövekeket, amik történetesen a bevándorló feketékkel, vagy éppen a zsidókkal, a zsidó közösséggel szembeni erőszaknak tudnának megállt parancsolni. De hogy hazai vizekre vezzek, hogyha
Magyarországon valakik számára bocsánatos bűn az antiszemitizmus vagy a cigányellenes indulatoknak a gerjesztése, legyenek tudatában annak, hogy a határ túloldalán ugrásra készen állnak olyan militáns csoportok, akár Kárpátalján, akár Erdélyben is, tessék megnézni az AUR-nak a fölemelkedését most Romániában, akik ugyanezeket az indulatokat az ott élő magyarokra fogják ráönteni, csak éppen nem antiszemitaként, cigányellenesként, stb., hanem hungarofóbként. No, de akkor hol van itt a határ? Van-e egy ilyen vékony határ? Mert ugye beszélünk a nemzeti szuverenitásról, hiszen van egy globális nyomulás, most elnézést, ilyen kicsit egyszerűen fogalmazok. Azzal szemben ugye van egy reakció, hogy legyünk szuverének, hogy a nemzetállamok fontosak. Ez párosul egyfajta nacionalizmussal is. Hol van itt a határ, amikor úgy tudom én a magyar érdekeket előtérbe helyezni, illetve szem előtt tartani, hogy közben ne essen át valaki mondjuk a rasszizmusnak a hibájába, és akár itt a műsorunk elején a Mi hazánkról is beszéltünk, de ugye? Könyörgöm, a szuverenitás védelem és a rasszizmus egyáltalán nincsen fedésben. Hát azért... Most, hogyha kicsit Közép-Európából kijebb tekintünk, temérdek olyan szuverenitáspárti, függetlenségpárti mozgalom van Nyugat-Európában, és gondolok itt katalánokra, korzikaiakra, velsziekre, nem beszélve a latin-amerikai szuverenista baloldalról, akik, vagy akár a francia szuverenista baloldalról, akik mellette pedig keményen kiállnak a rasszizmussal szemben, vagy éppen Latin-Amerikában az őslakosok jogaiért. Tehát, hogy másik oldalon pedig pontosan az elmúlt egy év bővelkedett abba, hogy azok, akik rettenetesen szeretnek jó embernek mutatkozni, és ilyen életmód baloldali progresszívként általában szeretik a mást, és ebből üznek sportot, cserélgetik a profilképeiket, és a többi. Ha éppen jön egy varázsütés, hogy most akkor ki a fő ellenség, ki a felvilágosultak fő ellensége, akkor ugyanolyan gyűlölettel vannak meghatározott népcsoportokkal szemben, mint a törölmények. Metszett rasszisták. Tehát még egyszer, úgy rasszizmus ellen föllépni, hogy közben pedig hol az iszlamofóbiának, hol a russzofóbiának szabad utat engedünk, nem lehet. Attól, mert hogy valaki a saját közösségének az önrendelkezését védi, ebből még nem az következik, hogy kirekesztőleg viszonyul azokkal szemben, akiknek a származásuk, a vallásuk eltérő. Van befogadó nemzettudat, és van kirekesztő nemzettudat is. Tovább megyek, a szuverenitás védelem még csak nem is feltétlenül az Európában, talán nem annyira evidens, de Európán kívül nyilvánvalóan nem kizárólag egy nemzethez tapad, hanem elsősorban a helyi közösségekhez tapad. Tehát mondom még egyszer, a szuverenitás védelem és a rasszizmus között nincsen semmiféle egybevágólagos kapcsolat. Ön szerint mi a helyes válasz ezekre a cselekményekre, akár ezekre a tüntetésekre, ahol látjuk, hogy zsidózászlókat égetnek most, ugye, illetve nyilván többféle része van egy ilyen nagy tüntetésnek, nem is venném egy kalap alá az összeset, de azért láttunk nagyon szélsőséges képeket is ezekről a helyekről. Ugye a magyar kormány, Magyarország úgy reagált erre, hogy egyáltalán nem lehet tüntetni a palesztinok mellett, most, hogy leegyszerűsítsem itt a képet, viszont ez meg felveti a szólásszabadságnak a kérdését, hát a gyülekezési szabadságnak a kérdését, viszont egy ilyen hangulatban meg, amikor ilyen képek jönnek, nem egy, hogy mondjam, érthető logikus reakció ez. Nem. Túl azon, hogy egy miniszterelnöknek, most itt a magyar miniszterelnökre gondolok, végképp nem osztottak lapot akkor, amikor egy tüntetésnek a jogszerűségét kell elbírálni. Számomra ezekben az ügyekben, akár Magyarországról, akár más európai városokról van szó, alapvetően a sólyomi hagyaték az irányadó. Annak idején a 30/92-es alkotmánybírósági határozat, aminek Sólyom László elnök volt az előadó bírája, a 10-es évekbeli amerikai legfelsőbb bírósági gyakorlatot implementálta a Holmes bírónak a Clear and Present Danger formuláját, tehát magyarul az erőszak nyilvánvaló és közvetlen veszélye az, ami egy tilalomfa lehet a szabad szólás, de ezt nyugodtan tovább vihetjük a szabad gyülekezés előtt. Megjegyzem, Sólyom László köztársasági elnökként is ugyanezt a kemény elvi következetességet gyakorolta a szólás és gyülekezési szabadság tekintetében 2005 és 2010 között. És ez főleg 2006 őszén és az azt követő hónapokban volt rendkívül fontos.
volt is alkotmánybírósági határozat, ami az ő indítványai, elnöki indítványai mentén erősítette meg a szabad szólás és a szabad gyülekezésnek a védőoszlopait. Magyarul ezekben az ügyekben bármilyen nehéz is, bármilyen felfokozott is a hangulat Európán belül és Európa határainál. Mégiscsak az a helyes, hogyha időről időre, esetről esetre megpróbáljuk elválasztani a Palesztina mellett a Palesztinával szolidarizáló tüntetéseket, a terrorizmust éltető, az erőszak cselekményeket népszerűsítő megmozdulásoktól. Tehát ha és amennyiben egy tüntetés kifejezetten egy terrorszervezetet vagy terrorcselekményt népszerűsít, én azt gondolom, hogy azt be lehet tiltani. Ha egy tüntetés bármilyen módon bűncselekményt valósít meg, tehát magyarul az erőszak nyilvánvaló és közvetlen veszélyét idézi föl, ami a magyar büntető jogban a közösség elleni izgatás tényállását meríti ki, akkor nem csak, hogy föl lehet, hanem a rendőrségnek kutya kötelessége szétkergetni azt a gyülekezést. Viszont az, hogy valamely csoport, és ez mindegy is, hogy állampolgárok vagy bevándorlók, kicsodák, diákok, külföldi diákok, egy politikai kérdésben egyik vagy másik álláspont mellett foglalnak állást, még akkor is, hogyha az a többségnek az ellenszembét váltja ki, akkor is joguk van gyülekezni, mert ahogyan annak idején a 92-ben a Sólyomi Alkotmánybíróság kimondta, ugye a szabad véleménynyilvánítást az alkotmány annak érték és igazságtartalmára tekintet nélkül védi. Tehát idáig a jogállami megközelítésről. A másik kérdés, ami persze ettől nem teljesen független, hogy politikailag is jó okunk van. Az önmagában Free Palestine felirattal tiltakozókat, vagy felvonulókat, tehát a Palesztina mellett kiállókat, a két állam koncepciót támogatókat, amennyire lehet megkülönböztetni a terrorizmus támogatóitól, a gyűlöletkeltőktől. Egész egyszerűen azért, mert ha nem ezt tesszük, tovább megyünk egy ördögi erőszak spirálban. Tehát nem lehet nem észrevenni, és itt nem csak Gázáról beszélek, a világ bármely szegletéről, ahol a terrorizmus, a rasszista agitáció felütötte a fejét, hogy a rasszizmusnak, a terrorizmusnak a melegágya mindig a nyomor, az elnyomás. Tehát, hogyha ebből nem tanulunk, akkor folyamatosan olyan bestiális tettekkel fogunk szembenézni, mint amit most október 7-én láttunk. Tehát én mondom, miközben Izraelnek az önvédelemhez való jogát nem lehet elvitatni, miközben az izraeli állampolgárok, az érintettek, akiknek a családtagjaival, rokonaival, szomszédaival történtek meg ezek a gyalázatok, ezeknek mindenféle indulata érthető, mégis a felelős politika mégiscsak azt kívánná, hogy ne tegyen az eszkaláció irányába a további lépést egyik állam se, hanem le kéne végre vonni a tanulságait annak, hogy független attól, hogy Iránnak, Oroszországnak, Szaúd-Arábiának és másoknak milyen érdekeltségei vannak a Hamaszhoz, a Hezbollahhoz, különböző terrorszervezetekhez, mi az oka annak, hogy ez mégis táptalajra talál. Tehát magyarul igenis vissza kell térni a két állam koncepcióhoz, és az európai országoknak pedig a maguk mindennapi gyakorlatában meg kell próbálni időről időre elkülöníteni a Palesztina mellett kiállókat a terrorizmus népszerűsítőktől, akkor is, hogyha ez rettenetesen nehéz. Tehát egyfelől jogos a kritika, hogy az Európai Unió ne támogasson terrorszervezetet. Másfelől viszont az Európai Uniónak például a további migrációs krízis elkerülése véget jó oka van a perem államokban, a mediterrán térségben a nyomort csökkenteni. Tehát igenis, a világ nem fekete-fehér, és pontosan éles helyzetekben világlik meg nagyon, hogy igenis az az igazi politikai felelősség, hogyha sokszor egymásnak homlok egyenest ellentmondó szempontokat sikerül mégis egyensúlyban tartani. Sokak számára meglepő lehetett látni azt egyébként, hogy ezek mellett a tüntetések mellett, vagy a
Free Palestine jelszavak mellett, és egyébként azon túl akár a terrorizmus éltetése mellett is kiállnak LMBTQ szervezetekhez kapcsolódó csoportok. Egyrészt egy picit abszurd és vicces is néha, mert ugye mi mémek is születtek, de engem az érdekelne, hogy ön hogy látja, mi itt a politikai alap, mi itt, ami a két gondolatot egységre tudja hozni? Semmi, hát ez a politikai elmebaj, és az egész progresszivizmus, tehát a pénzügyi világválság után szárba szökkenő progresszivizmusnak a mélységes képmutatása és belső inkoherenciája az, ami itt kiviláglik. Pontosan a Hamasznak az október 7-i támadása volt az, amelyik teljes zűrzavart okozott megérdemelten ebben az egész progresszív áramlatban, hiszen teljesen random módon ugye voltak, akik zsigerből rögtön teljes melszélességgel még a bevonulást is hevesen támogatva kiálltak Izrael mellett, és ugyanehhez a progresszív körhöz tartozó mások, orgánumok és a többi pedig ilyen abszurditásokkal jelentkeztek, mint LMBTQ, amin őszintén szóval nem nagyon tudok hova tenni, mármint hogy mit jelent ez a betűleves. Rögtön az egyébként a homoszexualitást halállal büntető különböző terrorcsoportok mellett kezdtek el kiállni. Tehát én olyan nagyon nem csodálkozom, mert fedő ideológia, amelyik önmagában hazugságba fogant, és a hazugság, az elterelés az első számú célja, azt természetesen a valóság előbb-utóbb föl fogja robbantani. Tehát a Hamas október 7-i terrorja, az könnyen lehet, hogy az egyik kezdő lépés ahhoz, hogy ennek a progresszivista őrületnek vége legyen, tehát rámutat az egész történetnek a tökéletes tarthatatlanságára. Hát nyilvánvaló, hogy az iszlám fundamentalisták nem nagyon barátai a homoszexualitásnak, egyáltalán a különböző szexuális irányultságok sokféleségének, de ugye ők ott vannak bajban, hogy valójában a zsidó állam vagy a zsidó vallási tanítás sem különösebben toleráns a homoszexualitással kapcsolatban. Egy dologra mutat rá ez a történet, hogy végre el kéne felejteni az életmód baloldalt, tehát azt, hogy itt az identitás politikával bármiféle dolga lenne normális embernek. Tehát a zsidó vallás nem, de egyébként Tel Avivban tartják a legnagyobb Pride felvonulásokat, tehát maga az állam, a szekuláris része azért. A szekuláris része, de Jeruzsálemben azért olyan nagyon nem tartom. Hát Jeruzsálemben nem. De egyébként, ha megnézzük, én nem hallottam arról sem, hogy mondjuk Krajovában, vagy Nisben, vagy tehát az európai keleti ortodoxia különböző városaiban olyan nagyon nagy pride-okat tartottak volna, miközben én azt gondolom, hogy mindenkinek jogában áll felvonulni, mindenkinek jogában áll úgy élni a magánéletét, ahogy akarja, ha úgy gondolja, hogy őt elnyomatás éri, jogában áll ezért felszólalni és tüntetni, viszont az, amit itt 2008 óta látunk, aminek a legjobb jelképe az, ahogy a szivárvány szimbólumot, ami 2003-ban még az amerikai imperializmus elleni tiltakozásnak volt a szimbóluma, ezt átvarázsolták ennek az egész progresszív betűleves mozgalomnak a jelképévé, hogy ez az egész történet egy hazugság. Ez arról szól, hogy 2008-as globális pénzügyi válság megmutatta a hidegháború utáni neoliberális konszenzusnak a felbomlását, az addig technokrata szószal leöntött főáramot újra kellett csomagolni. És ahhoz, hogy az indulatokat ne a Wall Street urai ellen fordítsák, erre remek apropó az identitáspolitika, a különböző mesterséges csoportoknak az előállítása, ilyen, hogy LMBTQ közösség nincsen. Nincsen. Eleve a dolog ott bukik meg, hogy attól, mert hogy valaki homoszexuális, a társadalmi kapcsolatait, egyáltalán a társadalomba való létezését nem biztos, hogy ennek alapján definiálja, határozza meg, nem feltétlenül ennek alapján alakít ki baráti és a többi kapcsolatokat. Ráadásul én nem tudok arról, hogy mondjuk aki leszbikus, homoszexuális, az feltétlenül mondjuk transzvesztiták, a queerek, nem is tudom, hogy pontosan ők kicsodák, érezne közösséget. Ez egy fikció.
És azt lássuk világosan, hogy az egész sztori mögött az áll, hogy a globális nagytőkének, a progresszív főáramnak az elsődleges célja pontosan az, hogy a természetes társadalmi identitások, közösségek helyére ilyen fiktív közösségeket, a véleménybuborékokon keresztül oktrojált identitásokat ültessenek. És szerintem most ebben a véres és tragikus konfliktus kapcsán az mutatkozik meg, hogy ez az egész progresszív ideológiai szósz tökéletesen képmutató, inkoherens és nagyon fontos erkölcsi kérdéseknél megbomlik. Na, az utolsó témánk Donát Anna, hazugsággal nem lehet a hazugokat legyőzni. Donát Anna hadat üzent a DK-nak, a Válasz Online-on jelent meg egy vélemény cikke, publicisztikája. Sajnos nem csupán a kormányoldalon látjuk megvalósulni a hazugság kultúráját, hasonló politikai kultúrát képvisel a demokratikus koalíció is, ezzel pedig súlyos gátja a kormányváltásnak. Most így összefoglalva, egy viszonylag hosszú cikk, akinek van kedve, el tudja olvasni. Én most csak összefoglaltam a lényegi mondani valóját. Mi az oka annak ön szerint egyébként, hogy a baloldal, hát az ellenzéki oldalon látjuk ezt a fajta zavart? Itt van Donát Anna, aki egyébként az Egyenes Beszédben már a publicisztika után elmondta azt, hogy ha össze kell fogni, akkor nyilván össze fognak mindenkivel fogni Orbán Viktor leváltása érdekében, hiszen a jelenlegi választási rendszer igazából kényszeríti ezt a fajta összefogást, miközben azt állítja, hogy nem lehet kormányt váltani ugye a DK-val, Gyurcsány Ferenccel, mert hogy hazugságra épül ez a fajta politika. És aztán ott van Markézai Péter, aki szintén összefogott mindenki, kivel ő volt az összefogásnak a vezérembere, amikor a legutóbbi választások voltak, és a tranziton pedig elmondta azt, hogy hát bár összefogtak, de hogyha nyertek volna, akkor történt volna felelősségre vonás. Tehát ilyen furcsa kommunikáció zajlik, hogy mindenkivel összefogunk, de egyébként meg nem értünk egyet semmivel, ami ebben zajlik. Én oda tudok visszakanyarodni, hogy annak idején, amíg én a ringben voltam 2016-ig, folyamatosan ugye abból volt a konfliktus, hogy jöttek, majdnem azt mondtam, hogy ugyanezek a felületek, de akkor még a Válasz Online és társaik még Fidesz Zsoltban voltak, de nagyjából hasonló kommunikációs felületek, hogy miért nem fogunk össze. Bementem mondjuk a DK-s képviselőasszony Kálmán Olga műsorába, az első kérdés, bármi történt Magyarországon vagy a nagyvilágban, hogy mikor fog már össze az NMP. Én meg világosan próbáltam azt képviselni, majd amikor beláttam ennek a kudarcát, leléptem, hogy valójában a kormányváltásnak nem az a garanciája, hogyha ügyesen matekolunk egymással szemben, és mindenféle bravúros összefogásokat átcsolunk, hanem hogyha egyik vagy másik ellenzéki erő megpróbál kinövekedni. Ezzel próbálkoztam. Én is próbálkozott volna Gábor is, ugye 2014-18 között a Jobbik, próbálkozott Mesterházi Attila is, hozzáteszem, a 2012-es MSZP 30% fölött volt a közömi kutatásokban, ellenzéki párt 2010 után nem produkált ilyen erős eredményt, tartott ez az egész Mesterházi féle felívelés egészen addig, amíg Bajnai Gordon mentén meg nem érkeztek a felszabadító csapatok az ellenzéki térfére 12 végén. A kinövekedés tudnék azt jelenti, hogy nem a hatalommal, nem a politikával, magával foglalkozik egy politikai erő, egy politikus, hanem pont ez az, ami a választópolgárt nem érdekli. Az, hogy hogyan egyeznek meg a zárt ajtók mögött, meg hogyan dílelnek előválasztáson, stb., ez rendkívül frusztrálja az egyébként Orbán gyűlölő választópolgárt, és ez a helyzet. A kinövekedés stratégiája azt jelenteni, hogy próbál valaki vagy valakik ajánlatot megfogalmazni a választópolgárok számára, és úgy tudnak kinövekedni, hogyha egyszerre tudnak támogatókat szerezni a legkülönfélébb ellenzéki csoportokból, de tudnak szimpátiát kelteni a korábban kormányoldalra szavazók között. Amit a jelenlegi hatpárti összefogás különböző klubjai, szektái művelnek, azok persze egymással sokszor ütköző akaratok, hiszen itt fönn kell tartani az egzisztenciákat, én ezt értem. Egy dologgal nem próbálkoznak meg se Donát Anna, se Gyurcsány Ferenc, sem a többiek, hogy annak a bő 3 millió választónak
annak egy részének, mert nyilván nem mindegyiknek, de állítom, hogy legalább 1 millió olyan fideszes választó volt 2022. április 3-án, aki nem jó kedvéből szavazott Orbán Viktorra, de most ezeknek továbbra se próbálnak ajánlatot tenni, folyamatosan azt sugallják, hogy minden, ami történt az elmúlt 13 évben kormányon, az eleve maga a dögvész, aki Orbánra szavaz, az vagy idióta, vagy megtévesztett agymosot, és egyébként pedig nem nagyon kínálnak egyebet, mint hogy Orbánt leváltják, és mindent megtesznek, amit nyugatról diktálnak Magyarországnak. Na most ebből sem összefogással, sem összefogás nélkül nem lesz kormányváltás, az pedig, amit Donát Anna írt, ez külön ugye érdekessége, hogy hol írta, hol tette közzé. Hát erre azt tudom mondani, hogy jó reggelt kívánok. Mert hogyha Donát Anna mondjuk 2006-ban is olyan lelkes rajongója lett volna a Heti Válasznak, mint amilyen most a Válasz Online-nak, akkor lehet, hogy megtudta volna, hogy Gyurcsány Ferenc már miniszterelnöksége idején se volt szoros viszonyba az igazsággal. Mondjuk úgy, hogy nem mindig szerette kibontani az igazság minden részletét. Ez azóta sem változott legalább. Én magam már 2014-15-ben megfogalmaztam azt a kritikát az MSZP és utódpártjai, mint a DK felé, hogy eltelt x év a 10-es kormányváltás óta, és semmiféle leltárt nem csináltak a 2-10 közötti kormányzásukról. A 2022-es összefogás pártjainak az álláspontja sem volt megismerhető a 2002-10 közötti kormányzás mérlegéről. Ez nem kukacoskodás. Ha megnézzük a nyugati demokráciákat, ha egy párt elveszíti a kormányzást, nem egyszerűen önvizsgálatot tart, nagyon gyakran lecserélik a vezető garnitúrát, és húznak egy határvonalat a korábbi sikertelen kormányzati ciklussal kapcsolatban. Ez történt, amikor Tony Blairék megbuktak, vagy Gordon Brownék Nagy-Britanniában, ez történt akkor, amikor mondjuk a német keresztény demokraták elveszítették a kormányzáshoz való jogot 2021. decemberében, és így tovább. Tehát vonnak egy cezúrát, mi az, amit jól tettünk, mi az, amit helytelenül tettünk. Az MSZP és utódszervezetei ezt nem tették meg, de akik velük azóta választási szövetségre léptek, szintén teljesen reflektálatlanná váltak a 2010 előtti kormányzásra. Az tudnék, az nem reflexió, hogy azt mondjuk, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott. Mi Donát Annának a véleménye mondjuk a társambiztosítás privatizációjáról? Mi Donát Annának a véleménye arról a szolgai követőjellegű külpolitikáról, ami Magyarországot 90 és 2010 között jellemezte? Valamit sejthetünk nem csak az EP képviselői teljesítményéből, hanem ebből az öles cikkből is, hogy pont azért támadja Gyurcsány Ferencet, ami egyébként helyes, csak éppen tök hiteltelen egy neoliberális kurzust levezénylő miniszterelnök vagy felesége részéről, hogy van felelőssége a kormánynak a bérszínvonalat illetően. Donát Anna, mint rendes szecserista, neoliberális, ebben egyébként lelki rokona Orbán Viktornak, ezt ugye hazugságnak tartja. Ez tiszta beszéd, de akkor ne tessék baloskodni. Ne tessék fölvenni a jó emberkedő jelmezt. De hangsúlyozom még egyszer azt, hogy Gyurcsány Ferenc és a DK nem nagy barátja az igazságnak, ezt a magyarok többsége 2006 ősze óta, vagy 2006 nyara óta, Gyurcsány csomag óta pontosan tudja. Valaki Heti Választ olvasott 2006-ban, ezt pontosan tudja. De, bocsánat, miért tetszettek akkor összeállni Gyurcsány Ferenccel és pártjával? Már 2022-t megelőzően és az ellenzéki halmazban szervezeti, stratégiai erőben a DK volt a legfajsúlyosabb. Miért tetszettek velük összeállni? Miért tetszettek elfogadni olyan mandátumot, ami jó részt DK-s aktivisták és DK-s szavazók munkájának, szavazatának köszönhető? És még egy, hogy ráadásul úgy szenvedett vereséget ez az összefogós koalíció, hogy azok ebben a hat pártban, akik felelősek voltak a vereségért, egyáltalán nem vonták le a tanulságokat. Tehát ugye Márki-Zay Péter továbbra is messiásnak képzeli magát, az egy dolog, a Gyurcsány házas pár továbbra is a fedélzeten van, a Momentum elnökét akkor Donát Annának hívták, viszont a Momentumnak az informális arcát és első emberét továbbra is a Donát Annának hívják. Az LMP akkori informális első emberét, aki letárgyalta az összes dílt az előválasztásnál, Ungár Péternek hívták, ma a formális vezetője Ungár Péter. Az MSZP egyik elnökét, Kunhalmi Ágnesnek, frakcióvezetőjét Tóth Bertalannak hívták, ma ez ugyanígy van. Tovább mehetünk az összes többi formációnál.
a Jobbiknak is az informális vezetője már akkor Gyöngyösi Márton volt, most ő a formális vezető. Tehát én nagyon nem értem ezeket a csodálkozásokat, mert a történet ott kezdődött volna, hogy akik belevitték ezeket a pártokat ebbe a megsemmisítő kudarcba, azoknak a politikusoknak le kellett volna lépni a színről 2022. április 3-án, és utána lenne miről beszélgetnünk, de mondom még egyszer, ez legalábbis humoros, ahogyan a Momentum rácsodálkozik Gyurcsány Ferenc igazságkultúrájára, nem beszélve arról, hogy hát lassan azt a kérdést is ki kéne nyitni, hogy a mikroadományozók számára miért volt olyan múlhatatlanul fontos az, hogy majdhogy nem ugyanolyan fontos volt, hogy Dobrev Klárát és férjét megsemmisítsék az előválasztáson, mint hogy Orbán Viktort megsemmisítsék az országgyűlési választáson. Ennyi fért ma a véleményvezérbe, Schiffer András, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.